tavalyi évben a gyarapodásunk az meghaladta az 1500 dokumentumot, ami ebben a tekintetben, ebben a város méretben megfelelőnek mondható. Minden évben 4 alkalommal találkoznak a megyei könyvtár szakemberei a kistérség könyvtárosaival más-más helyszínen. Most első alkalommal Dombóvár látta vendégül a fórumon résztvevő vendégeket. Pintér Szilárd köszöntőjében kiemelte, hogy Dombóvár ismét közös együttműködésben gondolkozik a kistérséggel, és hisz abban, hogy dombóvári kistérség összefogással erősödhet, fejlődhet. Nagyon örömre szolgál, hogy Dombóvár adhatott otthont a mai napi könyvtáros rendezvényének. Nyilván a megyei könyvtár segítségével a járás minden kis településén sikeresen tud működni ma már könyvtár, és ez a könyvtári ellátószolgálat hozzáfűzött reményeket az évek során beváltotta, és azt gondolom, hogy hatékonyan hozzájárulnak a települések kulturális közművetési létének, illetve rendezvényeinek biztosításához. Olyan gondolatok születnek, amelyek a településeket életben tartják és előre viszik. A megyei könyvtár 97 településsel működik együtt, és az ott működő könyvtárakat látják el szolgáltatásokkal. Az elmúlt években állami támogatásból több informatikai és infrastruktúrális fejlesztést tudtak megvalósítani. Számítógépeket, könyveket biztosítottak a vidéki könyvtáraknak, illetve rendezvényeket, előadásokat vittek ki igény szerint. Előtte nem nagyon volt jellemző, hogy például kistelepülési könyvtárakban tudtak volna rendezvényt szervezni, és ez nagyon fontos a közösségépítés szempontjából. Különböző korosztályoknak igyekszünk programokat szervezni, óvodásoknak, kisiskolásoknak, felnőtt lakosságnak és az idősebb korosztálynak is. Fontosnak tartják a digitális fejlesztést, ezért 20 órás tanfolyam keretében sajátíthatják el a számítógép használathoz szükséges alapkompetenciát a résztvevők. Ezt a lehetőséget inkább az idősebb korosztály használja ki, hiszen a számukra új, digitális világban is boldogulni szeretnének. A dombóvári kistérség településein működő könyvtárak a megyei kulturális intézmény segítségével évről évre színvonalas előadásokat, rendezvényeket biztosítanak minden korosztály számára. Egy jelentős változás történt a tavalyi évben, és ezt idén is szeretnénk folytatni az idei évben. Kitelepülünk falusi rendezvényekre a könyvtár buszunkkal. Tehát tulajdonképpen, amikor van egy egész falut megmozgató rendezvény, akkor ugyanúgy mi is kimegyünk a saját szolgáltatásainkat reklámozni, elvisszük a könyveket, a folyóiratokat, kézműveskedünk, társasjátékokat viszünk ki, és különböző foglalkozásokat tartunk ott, hiszen látniuk kell azt, hogy egy kis településen is milyen sokoldalú szolgáltatás érhető el egy pici könyvtárban is, és ehhez nyújtunk mi segítséget a helyi könyvtárosnak azáltal, hogy kitelepülünk és bemutatjuk a szolgáltatások körét. A délelőtt folyamán tájékoztatást kaptak arról, hogy az idei évben milyen előadásokkal, rendezvényekkel tudja segíteni a megyei könyvtárat, települések közművelődési feladatainak ellátását. A könyvtárosok minden évben segítséget kapnak az adminisztrációban is, a mindennapi feladatok elvégzéséhez. Nagyon fontos számunkra, hogy a megyei könyvtár szakmailag támogatja a mi rendezvényeinket, a mi munkánkat. Nyilván a könyvtárnak az állományát is ezáltal tudjuk gyarapítani, és mindig aktuális irodalmat tudunk nyújtani az embereknek. A rendezvényeket nagyon fontos, hogy támogatják, így ezzel meg tudunk a gyerekeknek, a nyugdíjasoknak, a kistelepülésen élő lakóknak.